Sziasztok! Ahogy ígértem, folytatom az előző videóban megkezdett témát. 100, illetve 50 éves könyvekről lesz szó, összesen 10 darabról. Az első 100 éves regény, az Babits Mihálytól, a Timár Virgé fia, amely 1921-ben a Nyugat című folyóiratban jelent meg folytatásokban, de regényformátumban 1922-ben adták ki, iskolai történet alcímmel, ugyanis ez Babits Mihálynak a tanári tapasztalataiból ihletődött. Én egyébként már olvastam Babits Mihálytól prózát, és rettentően meglepődtem. A Gólyakalifát olvastam, és iszonyatosan tetszett. Hát rettentően jól ír. Igaz, ez egy nagyon nehéz könyv, tele van filozófiai bölcselettel, és szuper lélektani könyv, és de nagyon valahogy minden sora hatással volt rám, és a végén csak így néztem ki a fejemből, hogy úristen, ez mi volt, és azóta is egyébként úgy érzem, hogy ez a könyv ez sokszor a fejemben motoszkál. Úgyhogy én már nagyon szeretnék tőle más prózát is olvasni. Hogy egy kis háttértörténetet is mondjak a Timár Virgé fiához. Babits a magyar latin szak elvégzése után Baján vállal tanári állást a római katolikus főgimnáziumban, majd azután Szegedre kerül a Cisztercita gimnáziumba, aztán az állami főreáliskolába. Azonban megjelenik egy cikke Erkölcses iskola címmel, és ezután őt áthelyezik számüzetésének színhelye Fogaras. És ezen a helyszínen ő több nehéz sorsú diákkal ismerkedik meg, amelyek rávilágítják arra, hogy bizony egy tanárnak nagyon fontos feladatai vannak, mind nevelői, mind erkölcsileg, lelkileg is. A főszereplő Virgil szerzetes tanárként dolgozik, ám egy napon magához veszi az árván maradt Wagner Pistát. És a fiúval egy nagyon különleges kapcsolat alakul ki, rádöbben arra, hogy nem csak Istent lehet szeretni, és mennyire fontos a feladata egy nevelőnek, illetve egy apának. Aztán fordulat történik a regényben, ugyanis megjelenik a fiú valódi édesapja. Nem tudok sokkal többet erről a regényről, és azt hiszem, hogy nem is kell, viszont rettentően felkeltett a kíváncsiságomat, és mivel ez egy kis regény, nagyon hamar el lehet olvasni. Szintén 100 éves Móricz Zsigmondtól a Tündérkert. Most, amikor ezt a felvételt felveszem, még körülbelül az egy negyede vissza van egy Móricz regényből, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Anno az általános iskolában nekem valahogy kimaradt a Légy jó, mint halálig, vagy annyira törölte az agyam, fogalmam sincs, viszont Pécsen láttam musicalben, és az iszonyatosan tetszett, úgyhogy engem Móricz most teljesen megvett magának, úgyhogy biztos, hogy fogok még idén tőle olvasni. A Tündérkert az a háttere, hogy Móricz nagyon jóba volt Kós Károllyal, és egy napon meghívta őt egy kalotaszegi bárra, 1914-ben egészen pontosan, ugye abban az évben tört ki a világháború, és utána Móricz már nem is tudott hozzá menni, de azt írta aztán Kós Károlynak, hogy annyira jól érezte magát, és az erdei emberek és az ottani hangulat annyira tetszett neki, mintha Bethlen Gábor korában lett volna, és hát ugye nekivágott ennek a regénynek, ami egyébként végül egy trilógia lett, ugyanis az első részben Báthori Gábor fejedelemről ír, viszont a másik kettőben pedig Bethlen Gáborról. Móricz az az író, aki szeretett realisztikusan ábrázolni. Így még itt a Tündérkertben a hegyek, a vizek, a falvak és a városok is rettentő realisztikusan vannak ábrázolva, csak úgy, mint a történések, ugyanis tényleg kereste a találkozásokat a történészekkel, írókkal, tudósokkal, illetve polgárokkal, fiatalokkal beszélgetett Erdélyről, hogy minél hitelesebb legyen az a 17. századi
Erdély. És ez valószínűleg sikerült is neki, ugyanis tényregényként is szokták nevezni a tündérkertet. Szintén 100 éves F. Scott Fitzgeraldnak a Szépek és átkozottak című regénye, amely az írónak a második könyve volt, és hát szintén a New York-i jazz korszakban játszódik. Ugye a leghíresebb az a Nagy Gatsby, amit már olvastam, és nagyon szerettem, úgyhogy rettentően kíváncsi vagyok az azt megelőző könyveire is. Ugye azt tudjuk, hogy az első világháború után általában a nemi szerepek azok visszarendeződtek, tehát a férfi elment dolgozni, a nő pedig háztartást vetetett. De F. Scott Fitzgerald ezzel nem nagyon értett egyet, illetve a regényeiben próbálta ennek az ellenkezőjét megírni, ugyanis a férfiakat rendszerint felruházta női tulajdonságokkal, a nőket pedig férfi vonásokkal. Ezzel is azt sugallta, hogy mindenki legyen önmaga, mindenki éljen, mindenki legyen szabad, és ne a társadalmi elvárásoknak feleljen meg. Főszereplői Anthony és Gloria Patch, akik az élvezetet és a kényelmet hajszolták egyszerre, felelősséget pedig tetteikért nem nagyon vállaltak. És dolgozni sem akartak, inkább Anthony arra várt, hogy meghalljon a nagyapja, hogy mesés vagyon örököljön. Ez egyébként önéletrajzi ihletésű Fitzgeraldnak, ugyanis Zeldával való házassága hasonlóan viharosan kezdődött. Ráadásul jellemző volt rájuk a materializmus, az indokolatlan extravagancia és természetesen a hedonizmus is. Szóval ez a erkölcsi mese a pénzről, hatalomról, szerelemről, a dekadenciáról. Én gyanítom, hogy ezek a karakterek is legalább annyira unszimpatikusak lesznek, mint a Great Gatsby, a Nagy Gatsby-nek a karakterei, mert én ott egyáltalán senkit sem tudtam megkedvelni, ennek ellenére magát a regény, azt szerettem, úgyhogy remélhetőleg majd, ha egyszer ez sorra kerül, akkor ez is tetszeni fog. És az utolsó 100 éves regény Kosszolányi Dezsőtől a Néró a véres költő. Egyik legnagyobb méltatója a német kiadáshoz előszót író Thomas Mann volt, aki császár, illetve művész regénynek nevezte a műfaját, rámutatva ezzel arra, hogy van egy történelmi kontextusa, illetve az is, hogy a művészi identitás problematikájának a szerepére. Ugyanis 17 éves korában Néró lesz a római császár, és bizony nagyon szeretne hatalmas politikus lenni, de mellette nagyon vágyik arra, hogy elismert költő legyen. Csak az a probléma Néróval, hogy sem nem jó politikus, és talán még rosszabb költő, és ráadásul őrül dolgokat művel, Seneca a tanítója elborzad attól, hogy mivé nevelte ezt a fiút. Ugye Octaviát, a feleségét elhagyja, és Poppea lesz az új császárnő, édesanyját Agrippinát pedig meg is öleti. És közben ott vannak természetesen körülötte a haszonlesők, úgyhogy Néró gyakorlatilag saját maga ellensége volt, és én imádom a történelmi regényeket, ráadásul az ókori regényeket, úgyhogy rettentően kíváncsi vagyok erre a műre, és ez volt egyébként Kosszolányinak az első regénye. Mostantól akkor következzenek az 50 éves regények, elsőként is Agatha Christie-től az Elefántok nem felejtenek, amely a 37. Poirot kötet, és feltűnik benne az én általam nagyon kedvelt Ariadne Oliver is. De Agatha Christie, amikor írta ezt a regényt, akkor már idős volt, és az öregségnek, illetve a visszaemlékezésnek állít benne központi szerepet. Hercule Poirot már csendesebb napokat él, alig fogad látogatókat, ám egy napon betoppan hozzá Mrs. Oliver, és azzal a kéréssel áll elő, hogy bizony egy több mint 10 évvel ezelőtti öngyilkosságról kezdjen el nyomozni. Na de hogy lehet egy ilyen régi rejtélyt megfejteni? Hát úgy, hogy Hercule Poirot elkezd az érintettek fejében kutatni, visszaemlékezéseket kér tőlük, és hát bizony olyan nyomokat tud felfedezni, amiről senki nem is gondolta volna, hogy ott vannak. Én már pár évvel ezelőtt olvastam, és megmondom őszintén, hogy nem nagyon emlékszem rá, viszont azt tudom, hogy nekem tetszett. Nem egy olyan bonyolult Agatha Christie könyv,
De könnyed volt, és tetszett, és hát azért is, mert ott volt Mrs. Oliver, aki szerintem maga Agatha Christie, hiszen az írói létről többször is elég fanyarul ír, illetve úgy, hogy nem szeret irodalmi találkozókra járni, és hát szerintem ez ő maga volt, hogy nekem nagyon, nagyon tetszenek azok a regények, amiben őt is beleírta, úgyhogy Elefántok nem felejtenek, szerintem egy jó kis regény. Szintén 50 éves Vörös Sándortól a Psziché, amely megjelenését követően óriási közönség sikert ért el. 1795-ben született Lónyai Erzsébetről szól, aki egész életét hatalmas ellentétek, illetve végletek között élte, ugyanis édesapja birtokos nemesi származású, sőt grófi és fejedelmi címmel is rendelkezik, míg édesanyja egy cigány király leszármazottja. Így volt, hogy a miskolci cigánysoron élt, és volt, hogy az arisztokrácia között hatalmas birtokokon, ahol aztán buja vágya is hamar kibontakoztak, és volt, hogy ezeket a kalantokat gyakorolta, de volt, hogy egy regensburgi apáca nevelő intézetben élte az életét. Itt ismerkedik meg Maximilian Cedlitz báróval, akivel aztán sok kalandos együttlét után többször is szakítanak, míg végül aztán a báró feleségül veszi, és ekkor már Psziché 8 éve ír verseket. Meg is ismerkedik a kor nagy művészeivel, például Goethével is találkozik, Hölderlinnel, majd bemutatják Beethovennek is, itthon pedig Kazinczy méltatja ezeket a kora élet verseket. Egyébként ez a mű, Vörös Sándor Pszichéje, összetett, mert tartalmaz verseket is, prózát is, és néhol még drámát is, úgyhogy én rettentő kíváncsi vagyok. A következő 50 éves könyv, amelyet kiválasztottam, az John Williams-től az Augustus, és azért is esett erre a regényre a választásom, mert idén lesz 100 éve, hogy megszületett az amerikai szerző. De bevallom őszintén, én nem nagyon ismerem őt, viszont a Stoner című regényét azt többen is méltatták itthon hazánkban, több Instagramos posztban lát, és hát Mojon is nagyon szeretik, úgyhogy tervezem is, hogy majd valamikor elolvasom. Az Augustus egyébként a harmadik regénye volt, és ez aratta a legnagyobb sikert, ugyanis ezzel National Book Award díjat nyert. És hát természetesen a Római Birodalomban játszódik, amelyért én rajongok. Octavius mindössze 18 éves, amikor nagybátyát Julius Caesart megölik, és ő kerül a császári trónra. Igen, de nagyon nehéz helyzetben van, ugyanis hatalmi harcok és politikai intrikák között kell bizony megerősíteni a hatalmát. Nagyon szeretem ezt a kort, úgyhogy nagyon várom már, hogy egyszer elolvashassam. Nagyrészt a szépirodalom műfajából választottam ki a könyveket, de azért szerettem volna más műfajt is behozni, úgyhogy a 8. Ira Levintől választottam a Stepfordi feleségeket. Ő egy kétszeres Edgar Allan Poe díjas szerző, és nevéhez fűződik a Rosemary gyermeke, amiből egy kultikus filmet forgattak, de egyébként a Stepfordi feleségekből is, Nicole Kidman főszereplésével, és állítólag a regényei nagyon hátborzongatóak, rendkívül jól adagolja a feszültséget, és mindig tartogat valami fordulatot a történet végére. Úgyhogy én rettentő kíváncsi vagyok rá. Ez a történet 50-es években játszódik. Joanna és Walter a gyermekeikkel együtt egy idillikus kertvárosi környezetbe költöznek Stepfordba, és hát minden tökéletesnek tűnik, Joanna otthon marad háztartást vezetni, míg a férje eljár dolgozni, és gyakorlatilag Joanna egyfajta szolgálójává válik a családjának, és bizony sötét titkot rejt ez a város, és a nőknek az élete. Ennél többet én nem tudok szerencsére
erről a könyvről, és nem is szeretnék, és nem is szeretném megnézni a filmet, addig, amíg nem olvastam el, hogy majd valamikor, amikor így kilépek a komfortzónámból, akkor biztosan sorra fogom keríteni. 50 éves Márai Sándortól a Föld, amelyet egyébként az Egy polgár vallomásai folytatásaként is szoktak nevezni, és ez már abból az életszakaszából való, amikor is a II. Világháborút követően bejönnek a szovjetek, és nem tud azonosulni az író a kommunista kultúrával, illetve szellemiséggel, és ugye önkényes emigrációra kényszerül. Európa több országában is él, illetve aztán az utolsó 10 évét már San Diego-ban tölti. Sokan azt mondják egyébként, hogy ezek a naplók, illetve ezek az önéletrajzi ihletésű írásai rendkívül hitelesek, és még inkább élvezhetőbbek, mint a fikciós regényei. Én azokat imádom. Az Igazi, a Judit és az Utóhang, illetve az Eszter és Hagyatéka az, ami már olvasott számomra, és én mind a hármat imádtam, egyszerűen Márainak van egy olyan stílusa, ami teljesen megfog, és valahogy a szívemig hatol, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy igen, szeretnék tőle naplókat is olvasni, és tudom, hogy egy kedves követőm az éppen olvassa is, és hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a véleménye róla. Végül Robert Melville című könyvére esett a választásom, amely egy posztapokaliptikus történet. 1977-ben játszódik, tehát az író 5 évet ugrott előre az időben, és hát egy atomkatasztrófa következik be, amely után a túlélők életét követhetjük nyomon, hogy hogyan építik újra a társadalmat, illetve hogyan élnek túl egyáltalán a lerombolt földön. Főszereplője Emmanuel, aki egy elég rossz családban nőtt fel, kivétel ez alól nagybátyja, aki halála után mindent ráajándékoz, és ezután Emmanuel megvásárol egy 13. századi angol erődítményt, Melville-t, és amikor megtörténik ez az atomkatasztrófa, akkor éppen egy pincében tartózkodnak a vár falai között, és 7 ember túléli a nukleáris katasztrófát, és utána azt nézhetjük, hogy ők bizony hogyan kezdenek el újra földet művelni, illetve, hogy Emmanuel szemszögén keresztül láthatjuk azt, hogy mi történik, amikor csak ennyi ember marad a földön. Igen, nem, de aztán később rájönnek, hogy nincsenek egyedül bizony, és hát ugye elkezdődnek, klánokba rendeződnek, és fegyveres harcokat is folytatnak. Nagyon érdekes, bár most ebben a helyzetben ez a piros gomb megnyomása elég ijesztően hangzik számomra, és nem is akarok ebbe belegondolni egyáltalán. De Robert Merlengen már meggyőzött a Mesterségem a halál című könyvvel, remek történetíró, és egy másik műfajban, tehát nem történelmi regényben, hanem egy ilyen disztópia-szerű könyvben is nagyon szeretném őt megismerni. Ez a videó most ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett nektek. Jövő héten pedig jövök egy újabb videóval, amiben is össze fogom foglalni, hogy februárban miket olvastam. Tartsatok akkor is velem, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és olvassatok sokat. Sziasztok!